Sziasztok, Charlie vagyok, és ez itt az e-cigi tesztek. A mai videóban egy pipával fogunk megismerkedni, illetve egy komplett készlettel, hiszen van benne töltő és akkumulátor is. Nézzük meg közelebbről. Nézzük meg akkor közelebbről a szettet egyáltalán, hogy mit tartalmaz, mert ugye azt mondtam az előbb, hogy aksi töltő, meg minden egyéb van benne. Első körben itt van maga az eszköz, ez a K1000-es pipa. Kinyitjuk. Találhatunk benne egy alumínium csutorát. Egy 2,4 ohmos integrált patront. És egy alu pipa fejet. Ezt tegyük félre. Tartalmaz még a készlet 2 darab 18-350-es IMR aksit, 850 mAh, semmi extra. És tartalmaz a készlet egy MC1-es töltőt, egy egyágyas töltőt. Nézzük meg felülről. Semmi extra. Töltő. Egy USB csatlakozó. És ide tudjuk belehelyezni az elemet és tölteni. Vizsgáljuk meg közelebbről akkor a pipánkat. Szépen megáll a talpán a készség. A pipa, tehát maga ez a test, illetve a szipka eloxált alumíniumból készülnek fogásra. Nekem tetszik, bár hidegben azért tud meglepetéseket okozni szabadtéren. Azt fontos még tudni, hogy ez a két rész több színben is elérhető, és ki tudjuk választani nekünk, melyik tetszik a legjobban. Ezen a feketén kívül lehet még piros, ezüst vagy kék színben rendelni. Ami fontos, itt lehet szétszedni, és ide tudjuk behelyezni magát a 18-350-es cellánkat. Fontos, hogy mindig negatív pólussal lefele kerüljön bele. Én most ezt akkor össze is szerelem. Itt van maga az aksi. Ezt ide beleejtjük. Az alján egy kis rugó dolgozik ellen nekünk. Ezt rátekerjük. És jön a kazán. De mielőtt rátennénk, nézzük meg ezt a csatlakozást. Azt láthatjuk, hogy ennek a menetes része állítható. És hogy szabvány 5-10-es csatlakozó, tehát bármilyen porlasztót, nem csak ezt, akármilyen porlasztót rá tudunk tekerni, akkor megtöltjük a kazánt, és megnézzük, hogy hány darabból, meg hogyan áll össze. Amit láthatunk, ez egy már a Helixben is megszokott kazán. Nem tekerték rá jól a kicsi kínai. Így. Erre kell rátekernünk a plexi palástot. És bár itt azért elég kényelmes a töltés, én azt javaslom, hogy egy tűsflaskával töltsétek meg. Szépen ide az oldalára ráhelyezitek. És addig pumpáljátok, amíg el nem éri az üvegszál
illetve a kazán alját. Én most ezt nem fogom telepumpálni. Elég lesz ennyi. Fogjátok a felső kupakot, és rátekeritek. Ha ezzel megvan, akkor egy kicsit félretesszük, hogy igyon az üvegszál. Addig térjünk vissza erre. Elfelejtettem mondani az elején, hogy teljesen mindegy az akkumulátorból, miért rakunk bele, lehet az flat vagy button top is. Jelen esetben ezeket az aksikat adják hozzá, de teljesen mindegy, mondom, hogy milyen akkumulátort fogunk beletenni. Amit még észre lehet venni, bocsánat, hogy nem tudom mennyire látni a fények miatt, ott van egy kis furat, ez próbálja meg ellátni a gázelvezető furat helyét. Én kipróbáltam, már nem felrobbantani egy cellát, hanem megfújtam, és teljesen jól üzemelt, de akkor is nekem ez olyan fura volt, hogy gyakorlatilag sehol máshol nincs kivezetve gázelvezető. Nos, az üvegszálunk már megfelelően megszívta magát. Fogjuk, és rátekerjük ide a kazánra. De mielőtt ezt rátekernénk, megnézhetjük a középső érintkezőjét, és segítségül hívom a tűzflaskámat. Ha megnézitek, és ezt innen kiteszem, hogy a fókusz jó legyen, ha megnézitek, itt ez a középső kis csatlakozó, ráteszem, hogy ne legyen likvides, itt ez a középső kis csatlakozó, ez bizony rugós. Ez biztosítja azt, hogy mindig jó legyen a kontaktus a csatlakozás, illetve az 5-10-es csatlakozó is közötte. Ezt, ha rátekertük, megfelelő módon áll, fogjuk a drippet, belehelyezzük, és ízzét is. Nézzük meg élesben milyen. Az előbb összeszereltük a pipánkat, nézzük, hogy most mit muzsikál élesben. Ízre hozza azt, amit ezek a kazánok szoktak, semmivel nem több vagy kevesebb. Tetemes gőzt pumpál ki magából. 5-10 perc szipákolás után, ugye az a kondenz, amit mi esetleg a csőbe szívunk, és ott kicsapódik, az elkezd visszacsorogni, és a felső csatlakozóba, illetve a felső kupaknak a drip csatlakozójába visszacsorog. Hogyha ezt a drippet kibe mozgatjuk, egy idő után úgy megkeni az a visszacsorgó kondenz, hogy egyszerűen kicsúszik belőle. Tehát nincs az a tartás, hiába van ezen két darab ógyűrű, és akkor innentől jön a barkácsrovat, vagy azt tesszük, hogy a két darab ógyűrünket levesszük, és pár menet cérnát alárakunk, és úgy vissza, hogy egy picit jobban szétnyomja, vagy pedig bármilyen olyan boltban, ami erre van rendszeresítve, egy picivel vastagabb ógyűrűt veszünk, és azokkal kicseréljük a gyáriakat.
Illetve még amit megfigyeltem, most is a kezem egy kicsit nedves, és jobban csúszik benne a készség a kelleténél. Egyébként a gőzével, ízével semmi gond nincsen. Nézzük meg pró és kontra. Kezdjük a kontrával. Amit az előbb említettem, a szipkája hajlamos a lötyögésre. A másik pedig az, amit mondtam szintén pár perccel ezelőtt, hogy ha az ember tenyere egy picit nedvesebb, akkor hajlamos benne a történet csúszkálni. Azt még nem tudom eldönteni, hogy pró vagy kontra a gázelvezető furat. Látszani nem látszik, ez pró. A kontrát azt meg csak az élet tudná eldönteni, hogy ha egyszer valami probléma van, az ellátja a funkcióját. Én azt mondom, hogy nagy gond nincsen vele. Pozitívum. Állítható az 5-10 csatlakozója. Tehát, hogyha nem ezzel a rugós 5-10 csatlakozójú kazánnal használjuk, akkor a megfelelő pozíciót ezzel a kis menetes csatlakozóval be tudjuk állítani, illetve pozitívum még számomra, hogy mivel nagy trúvány nincs a kazánnal sem, illetve a patronnal, ezért könnyű az üzemben tartása. Ez egy olyan mod, amit igazából tényleg csak annyi a feladatunk, hogy ezt a kis aksit kivegyük, feltöltsük, visszarakjuk, vagy cseréljük a másikkal, amit éppen föltöltöttünk, és szipákoljuk. Mint egy angol lord. Remélem tudtam segíteni a videóval a döntésben. További jó pöfékelést kívánok nektek. Sziasztok!